Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a gyerekesély programban az ország 8 kistérségében a mobil játszótér programmal jelenik meg. Végzi szakmai segítő, támogató munkáját. A gyerekeknek játszani kell. A játék alapján nagyon sok minden megtanítható, könnyebben, mintha direkt oktatom vagy tanítom. Játékkal nagyon sok mindent el tud sajátítani. Meg hagyjuk őket játszani. Pláne a szituációs játékokban ezek az élethelyzetekre felkészülni. Meg tombolják ki magukat. Legyenek gyerekek! A máltai játszóbuszok 2011. augusztusa óta az ország 8 leghátrányosabb helyzetű kistérségében igyekeznek közösségi játék lehetőséget biztosítani a falvak, városok gyermekeinek. Eközben a kollégák számos, magukkal szemben támasztott elvárásnak és a kiemelt program kritériumainak is igyekeznek megfelelni. Mobil játszótér. Hát én azt hiszem, hogy az elmúlt éveknek a legnagyobb felismerése volt, hogy ezzel kell nekünk a kutatásainkat végezni. Tulajdonképpen úgyis a kulturális antropológiai módszer az, ami legközelebb áll hozzánk, tehát a megfigyelés, a belehelyezkedés a hétköznapi világba, hogy ez hogy felgyorsítja ez a mobil játszótér, tehát hogy mi együtt játszunk. És pillanatok alatt alakul ki az a bizalom, és a játék közben, és a játék közben, ismerkedés közben, amire lehet, hogy heteket kellene várni, vagy heteket kéne dolgozni. És hogy mennyivel őszintébb szavak, mondatok hangzanak el játék közben vagy játék után. Akár egy településvezetőtől is, mert mondjuk közösen focizunk egyet, és utána ledőlünk egy fal alá. Én gyerekemmel, ha valaki játszik, az nyilvánvalóan szeret engem is. Szóval azt hiszem, hogy ez a mobil játszótér, ez a kulcsa lett a mi jelenlétünknek, és hogy ezen keresztül, most a 8 kistérségből már 7-ben jelen tudunk lenni ezzel a mobil játszótérrel, tehát ezen keresztül lényegesen gyorsabban nyílnak ki az ajtók, gyorsabban a szívek, gyorsabban kommunikálunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt eltaláltuk. A játszóbusz szó hallatán mindenki egy hatalmas buszra gondol, tele mindenféle színes játékkal, és aminek belsejében a gyermekek kedvükre szórakozhatnak. Valójában azonban egy olyan kis buszról van szó, amelyben a játékok és eszközök társaságában szakemberek utaznak a helyszínekre. A program a helyi adottságokra építve valósul meg, szabad vagy zárt környezetben, ahol a helyi vezetők, döntéshozók és a lakosság szoros együttműködésének köszönhetően lehetőség nyílik a játékra. Napi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, tehát jönnek fel hozzánk, beszélünk, kérdezik, hogy miben tudnak segíteni, de hát nekik is korlátozottak a lehetőségeik, úgyhogy azok után, hogy tényleg a munkanélküliségnek mekkora száma van, tehát ilyen arányban, annak is örülünk tényleg, hogy a gyerekek alapvető dolgait neki tudják elégíteni, de együttműködőek a szülők, tehát bármiben lehet rájuk számítani. Minden gyerekben van jó, csak észre kell venni. De rengeteg magatartási zavarra küzdő gyerekünk van, tehát amire tényleg szükség lenne. És nekik egy nagyon jó levezetés például ez a program, ami most jött, ez egy nagyon-nagyon jó. Egyrészt, hogy változatos, mert nagyon kevés lehetőségük van kimozdulni innen. A játszóbuszt, s magát a játékot is eszközként használjuk. Ennek segítségével jutunk el a kiemelt program célcsoportjaihoz, a kistérségben élő gyerekekhez, szülőkhöz, az ott dolgozó szakemberekhez és döntéshozókhoz. A mind több települést elérő rendszeres játék alkalmak segítségével lehetőségünk nyílik testközelből megismerni a helyi sajátosságokat, a valóban létező, de sok esetben a statisztikák és a hivatalos beszámolók mögött megbúvó problémákat feltérképezni, majd azokra konkrét megoldási tervet készíteni a helyi közösséggel együtt. Eközben a velünk játszó gyermekeket észrevétlenül tanítjuk meg felismerni saját lehetőségeiket és azok kiaknázását. Munkánk során felhívjuk a figyelmet az általunk felszínre hozott hiányosságokra, és segítőkezet nyújtunk azok orvoslására. Több mint 200 településen vagyunk jelen. Lehet, hogy van olyan, ahol csak a játékkal, és nem fogunk tudni többet, mint hogy a gyerekekkel rendszeresen játszunk. De azért nagyon sok helyen nagyon-nagyon fontos beszélgetések zajlanak közösségileg, településvezetőségileg, közösen és egyedül, komoly viták adott esetben,
De én azt gondolom, hogy most először vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyobb közösségnek a problémáit, itt adott esetben egy kis térséget értek ez alatt, vagy egy nagyobb területnek a problémáit láthatjuk át, és tehetünk adott esetben javaslatot arra, hogy ezt így kezelni lehessen. És ez azért, akárhogy is nézzük, kihívás.